Napirenden volt többek között az új dombóvári posta kérdése is. Ma délelőtt 8 napirendi pontot tárgyalt a képviselőtestületünk. Szeretném kiemelni, hogy az új dombóvári posta további működésének érdekében megteszünk és meg is tettünk eddig is mindent, hiszen július 1-jével a szerződésünk határozottan idejévé vált, ami azt jelenti, hogy a posta nem fog bezárni és folyamatosan fog működni. Remélem, hogy ez megnyugtató az új dombóváron élők számára. Kiemelkedő napirendi pont volt 24 évi költségvetési rendeletünknek a módosítása, amely nyilván ilyenkor nem járása, mint felülvizsgáljuk és a valós gazdasági eseményekhez hozzárendeljük a forrásokat, illetve megnézzük, hogy a kiadásainkat tudtuk-e tartani. Mindenki számára jelentettem, hogy a költségvetésünk kiegyensúlyozott, likviditási problémáink továbbra sincsenek. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere elmondta, hogy az iskolai védőnői szolgálatot hogyan töltik majd be az iskola kezdésre. Tekintettel, hogy védőnői körzetek felülvizsgálatára is sor került a mai ülésen, ennek apropója pusztán annyi volt, hogy egy kedves kolléganő nyugdíjba vonul, és az ő helyettesítését kell átmenetileg megoldani, amely nyilván olyan változást hoz magával, hogy szeptember 1-től nem lesz önálló iskolai védőnői körzet, hanem jelenleg meglévő védőnő fogják ellátni egész Dombóvár területét. Remélem, hogy egyetlen egy napirendi sem pont is olyan feladat sem maradt el, amelyet későbbiek folyamán nem tudunk majd újra tárgyalni. Az ülések szeptemberben folytatódnak, hiszen a testület tagjai júliusban megkezdik a nyári szabadság időszakát.